Hölgyeim és uraim, Nyilasi Tibor és ifjabb Nyilasi Tibor, akik azért ülnek itt velem szemben, mert ifjabb Tibor bevállalta azt, amin édesapja még csak gondolkodik. Pontosan miről is van szó? Hát nagy döntés előtt állok, az biztos, hiszen elérkeztem abba a korba, amikor el kell gondolkoznom, hogy az bizonyos dolgokat pótoljak, és ez ugye elsősorban a hiúság miatt a hajbeültetés lesz. És hát addig győzködtem a gyereket, mivel sajnos neki is megjött kutalja, hogy jöjjön már ide próbára, és ha sikerül, akkor bevállalom. Még nagyon félek ettől a műtéttől, mert tudom, hogy egyszerű, de akkor is hát láttam a filmon, hogy azért ez kétnapos történet volt. Nem is az idő számít, hanem az, hogy hát így is rövid a hajam, megkopaszodom, hát ha még így le kell vágatni, de túl fogom ezt élni, és bevállalom, mert ha visszagondolok a fiatalságomra, akkor előjönnek azok a képek, amikor válig érő hajam volt. Sokaknak ez szinte hihetetlen, de vissza akarom előszerezni a hajamat, és be fogom vállalni ezt a kis műtétet. Elégedett vagy az eddigi eredménnyel? Hát abszolút, már most látszódik, amikor belenézek a tükörbe, hogy napról napra azt látom, hogy az a beültetett résznél már jönnek az új hajszálak, és hát bele sem előre gondolni abba, hogy fél év múlva hogy fogok kinézni. Egyre több híres labdarúgónak nő oda a haja, ahol már hát elég régóta nincs, többek között Wayne Rooney vagy David Beckham, aki bár titkolja, de mint tudjuk, beültetett haja van. Nem kell titkolni, mert még egyszer mondom, elhatározás kérdése, és nekem tényleg Rooney nagyon tetszik, hiszen egyik napról a másikra is ündisznó lett a fejecskéje, de nagyon, nagyon jól áll neki, nagyon tetszik. Egyébként azt hiszem, ezzel nem mondok újat, hogyha azt mondja az ember, hogy ha sok haja van, akkor sokkal fiatalabbnak látszódik. Hát nekem ezt mindenképpen meg kell csinálni, hát akár Beckhamnél, akár Rooneynál ez nagyon jól sikerült és klasszul néz neki, és azt hiszem, hogy ezek olyan meggyőző érvek, amelyek után az ember eljön és megkéri, hogy itt csináljanak vele csodát. Mit vársz ettől az egésztől? Valamivel nagyobb hajat szeretnék, mint ami előtte volt nekem. És én ezt úgy látom, hogy és érzem is, hogy azért ez jól sikerült, és bizakodóan állok a jövő elé. Végezetül arra kérlek, hogy üzenj valamit azoknak, akik úgy gondolják, hogy irgalmatlan méretű homlokukra már semmilyen megoldás nincs. Bátran jöjjenek, és vágjanak bele!